Az ukrán-magyar határszakaszon közel 6400-an léptek be szombaton Magyarországra, a román-magyar határszakaszon belépők közül pedig közel 6000-en nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából érkeztek, közölte az Országos Rendőr-főkapitányság. A beléptetettek közül a rendőrség közel 200 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik fel kell keresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért. A rendőrök folyamatosan tartják a kapcsolatot a katasztrófavédelemmel, az idegenrendészettel, az államvasutakkal, valamint a segélyszervezetek munkatársaival. Azok, akik Magyarországon kérnek menekült státuszt, létfenntartási támogatásban részesülnek. Az állam a munkahelykeresésben is segíti a harcok elől menekülőket.